25 ezer karton cigarettát rejtettek el. A határrendészek némi hasonlóságot fedeztek fel egy Bulgáriában lejátszódott korábbi esettel, és elsősorban ez keltette fel bennük a gyanút. Miután felfedezték a cigarettacsomagokat, elkobozták az árut. Szerbcsernyén koboztuk el az árut, mert közvetlenül a határon erre nincs megfelelő feltétel. Minden egyes rekeszben 96 karton cigaretta volt. Összesen 50 ezer euró az értéke. A tehergépkocsit egy román állampolgár vezette, akit a rendőrök csempészet gyanújával állítottak elő. Ez nem az első ilyen eset a román-szerb határon. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis 11,5 kg heroint füleltek le.